Itt a tavasz, itt a jó idő, és nagy valószínűséggel itt van az embereknek a kulturálódni vágyó kedve is. Bohács József igazgatóról beszélgetünk, itt vagyunk a Találkozások házában. Milyen kulturális ajánlatokkal tudtok kedveskedni mindazon városlakóknak, akik szívesen eljönnének a programokra? Hát ahogy színesedik a tavasszal az idő, mi is színesedünk a programokkal. Szabó György, azaz a Bőki Füves Ember érkezik majd ide pénteken. Ő fél ötkor tart egy előadást, még pedig egy 90 perces előadást. A népi gyógymódokkal, a gyógynövényekkel kapcsolatban, ráadásul lehet tőle kérdezni is az előadás végén, és hogyha valaki esetleg még szeretné is kipróbálni ezeket a teákat, az is megteheti. Tehát péntek fél ötkor kezdődik ez a program. Aztán április 1-én a Vasvári Pál Múzeumban... Ez most nem vicc. Ez nem egy áprilisi tréfa, de valóban április 1-én a Vasvári Pál Múzeumban egy báb kiállítás nyílik, mégpedig a Enemivel közös program valósul így meg. Ez azt jelenti, hogy a kiállítás megnyitója után a gyerekek átjöhetnek ide a Találkozások házába, és itt pedig a Hét Színvirág báb csoport fog előadni nekik egy kis báb előadást, és az ügyesebb gyerekek pedig megpróbálkozhatnak majd a báb készítéssel is. Aztán április 12-én 18 órakor érkezik hozzánk a neves újságíró Vujis Trutko, az ő önálló estjére kerül ekkor sor. Aztán az április folytatódik tovább, itt a gyerekeknek, illetve a szülőknek szeretnénk segíteni, mégpedig április 14-én vasárnap 9 és dél között kerül megrendezésre a babaruha bőrze. Tehát, hogyha valaki a babáknak, a gyerekeknek keres ruhát, akkor itt megtehetni, érdemes eljönni, és hogyha valaki esetleg ezeket a ruhákat szeretné, mert hogy a gyerek kinőtte, akkor az is megteheti, tehát az eladókat is várjuk ide. Aztán egy jövő hónapi programot szeretnék, amit szerintem egész tiszavasvári már nagyon vár, ezt szeretném beharangozni. Május 18-án kerül sor az Öhön forgatóversenyre. Most csak 4 programot, elemet szeretnék kiemelni. Délelőtt újra lesz a Néptáncfesztivál. A főzésről nem is kell beszélni, mert szerintem minden tiszavasvári alig várja, hogy megmutathassa az öhönforgató tudását, de programelemeket szeretnék így mondani. Az egyik a Két Zsivány, egy mulatós társaság, aztán itt lesz majd Vastag Csaba, és az estét egy nagy koncerttel fogjuk befejezni, mi pedig a Groovehouse koncertjével fogjuk befejezni majd a öhönforgató versenyt. És még ha lehet egy programot beharangozni, mert nagyon sokan kérdezték a színházi előadásokat. Május 28-án 19 órakor, tehát este 7-kor kerül sor a Hippolita lakály színdarabra. Csak a nevek, és szerintem nagyon sokan így el fognak jönni, Sáfár Anikó, a Szabó Sipos Barnabás, Buch Gábor, Oszter Alexandra, illetve Kőlő Babett, és a jegy csak 2500 forint. Nagyon szépen köszönjük, hát nyilván ez az információ áradat most rázulult a kedves nézőkre, nem sikerült egyből megegyezni, de ez megtalálható hol is, mint nálunk a képújságban, az biztos, valamint a Vasvári Hírmondóban, és... Hát a Vasvári Televízióban mindenképpen. Egyébként az intézménynek a honlapján az a www.találkozásokháza.hu ékezetek nélkül, illetve a Facebook oldalán is az intézménynek, ez az Ekik Találkozások Háza oldal. Bocsi, menjünk már még vissza, hiszen tudom, már tegnap is érdeklődtek az önforgató iránt, hogyha valaki időben szeretne, hol és mikor teheti meg, és mennyiért? Tehát április 1-től várjuk majd a jelentkezéseket. Itt a Találkozások házában lehet majd jelentkezni, úgyhogy várjuk a jelentkező csapatokat.